Kedves nézőink, Ajkarendeken 20. alkalommal rendeztek német nemzetiségi versenyt 13 iskola részvételével. A következőkben erről számolunk be önöknek. In Altagen, Bermatt Olnung, Ber Kocht, Pascal Stuhelfen. Az Ajkarendeki Lasóber Mária német nemzetiségi nyelvoktató általános iskolában 20. alkalommal rendeztük meg a megyei német nemzetiségi általános iskolák tanulmányi versenyét. Idén 13 iskolából 22 diák érkezett, Bakonynánától Tótvázsonyig, Gyulafirátottól Városlődig, német nemzetiségi nyelvet oktató általános iskolákból érkeztek a gyerekek. Kettő kategória indult idén is, az 5.-6. osztályban, illetve a 7.-8. osztályban, és iskolánként egy gyereket küldhettek a nevezők. Milyen típusú feladatokat kellett megoldani a versenyzőknek? Alapvetően két részre osztjuk a feladatokat. Weiss, Lendvai Izabella és Ferenci Dér Andrea német tanárnők állították össze idén a feladatokat. Az írásbeli rész az egy tesztből, illetve 5.-6. osztályosoknak lézefestélyen, vagyis olvasásértési feladatot kellett megoldani, a 7.-8. osztályosoknak tesztet, illetve hőfestélyen hallás utáni szövegértést kellett megoldani. Ez volt az írásbeli feladat, a szóbeli feladat szintén két részből áll. Az egyik a nyelvvizsgákhoz hasonlóan képleírás, illetve társalgási témák. Még nincs vége a versenynek, hogy látja, hogy teljesítettek a gyerekek? Úgy látom, ahogy a pontszámokat néztem az értékelő lapokon, nagyon jól teljesítenek, eléggé kiegyenlített a mezőny, ebből az látszik, hogy azok a gyerekek, akik ide érkeztek, felkészülten jöttek erre a versenyre, és ez mindig nagy öröm számunkra, hogyha a verseny izgalmait még a szoros pontszámok is befolyásolják. Természetesen ez a zsűrinek okoz problémát, de hát a zsűri nyilván megoldja a saját problémáját. Eddig még mindig meg tudtuk oldani. Mivel zárul a mai verseny? Természetesen eredményhirdetéssel, és mi biztosak vagyunk benne, és örömmel mondhatom, hogy ez 20 éve így van már. Mi úgy érezzük, hogy azok a gyerekek, akik ide a mi versenyünkre eljöttek, akár hányadik helyezést érik itt el, vagy érnek el helyezést, akár nem érnek el, ők mindenképpen nyertesek, egy vizsgarutint szerezhetnek, kipróbálhatják részben, hogy milyen egy nyelvvizsgán részt venni, és mindenki kap ajándékot, mindenki könyv ajándékot kap, a helyezettek kicsit értekesebb könyvet, de mindenki könyvvel távozik, és ez minden évben így van.